A szolnoki keresztény közösség egy fontos személyére és annak hőstettére is emlékeztek a hívek vasárnap a vártemplomban. Gagóczi Erzsébet 1905-ben született. A mélyen vallásos család gyermeke 14 éves volt, amikor 1919-ben elkezdődött a román hadsereg támadása a város ellen. Gagóczi Erzsébet pár másodperccel a vártemplom tornyának beomlása előtt hozta ki az oltári szentséget, majd menekítette tovább, átúszva a megáradt Zagyvát. Megtette azt, amit az akkori helyzetben egyetlen felnőtt sem mert. Azok a példaképek, azok a fontos személyek, akik az oltári szentség tiszteletében példaképek lehetnek, márpedig ugye Gagóczi Erzsébet 14 éves hőstettel, hogy ne lenne példakép, bizony a magyar egyház számára azért fontos, hogy megismerjék, tehát az ismertségét nekünk fel kell vállalni. Hőstette óta 100 év telt el felnőttkori misztikus személye miatt, pedig neve nem csak itthon, de több európai országban is ismert. Személye sokaknak jelentett lelki megerősítést és támogatást. Idén június 28-án, halálának 58. évfordulóján ünnepélyes keretek között áldották meg emléktábláját.